Fekete péntek, megrohamozták az üzleteket a vásárlók, leginkább az akciós műszaki cikkeket keresik. Elstartolt a karácsonyi készülődés. 39 helyszínen is megújult Mikulás házzal várják az adventi időszakban a Nyíregyházára látogatókat. Idejében kell kérni a vakcinát, még a járvány kialakulása előtt javasolják az influenza elleni védőoltást. Megrohamozták az üzleteket a vásárlók. Ma van a Black Friday, vagyis a Fekete Péntek. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Az amerikai kezdeményezés Magyarországon is egyre népszerűbb, ilyenkor hatalmas akciókkal várják az üzletek a vásárlókat. A legnépszerűbbek az elektronikai cikkek, de a ruházati termékeket is sokan keresik. Fontos tudni, hogy az akciós termékekre is ugyanazok a fogyasztóvédelmi szabályok érvényesek, mint a teljes áruakra. Évről évre népszerűbb Magyarországon is a Black Friday, vagyis a Fekete Péntek. Ilyenkor a karácsony előtti vásárlási rohamot hatalmas akciókkal kezdik. Az egyik nyíregyházi műszaki cikkeket forgalmazó áruház 3 éve csatlakozott a Black Friday-hez, és évről évre több embert tudnak megmozgatni a kedvezményeikkel. A Black Friday nevű őrület a tengeren túlról érkezett meg kis hazánkba. Évek óta aktív szereplőjeként az Expert Kereskedő az Kft. Is részt vesz ebbe a kezdeményezésbe. Célunk az, hogy a vásárlóknak minél magasabb kedvezményt tudjunk biztosítani ezen időszakra. Gyakorlatilag nálunk a Black Friday nem csak egy napra van szocializálódva, hanem gyakorlatilag csütörtöktől vasárnapig folyamatosan ugyanazt a magas szintű kedvezményeket tudjuk biztosítani a kedves vásárlóknak. Ez a kedvezmény gyakorlatilag 10%-50%-ig is terjedhet akár. Az üzletvezető elmondta azt is, ez a nap meghatározó a forgalom és a bevétel miatt is. Egyre többen ismerik a Fekete Pénteket, bár van, aki még óvatos, és inkább csak felméri az üzletek kínálatát. Igazából nézelődni jöttem be, amit leginkább nézegettem azok a headsetek, illetve a felhallgatók, és hát nézegettem hogy az ajánlatokat, hogy mennyire is ment le az ára, illetve hogy mennyivel olcsóbban lehet kapni. Az az igazság, hogy elromlott a kávéfőző, a mosógép is most már rászorul arra egy cserére, és igazából nem, így nem is jutott eszünkbe, hogy most a héten ilyen akció van. És persze sokan kihasználva az akciókat, lecsaptak a legjobb vételekre, és vásároltak is. Tévét vettem, a gyerek szomáma, már régóta jártam be, és kinéztem már régebben, de kivártam ezt az akciót, ezt a Black Friday-t, mert jóval olcsóbban tudtam így a készülékhez hozzájutni, mint ami az eredeti ára volt. A Fekete Péntek a webáruházakban vásárlókat még inkább megmozgatja. Fontos tudni, hogy akciós árukra ugyanolyan fogyasztóvédelmi szabályok vonatkoznak, mint a teljes áru termékekre. Hiába akciós a termék, itt is vonatkozik a 14 napos elállási idő. Tehát nyugodtan vásároljunk, de ha nem vagyunk vele megelégedve, vagy nem ilyenre számítottunk, akkor indoklás nélkül 14 naptári napon belül elállhatunk. De mielőtt vásárolnánk, arra hívnám fel a figyelmet, hogy győződjünk meg arról, hogy a webáruház az Magyarországon vagy az Unióban bejegyzett webáruház-e. Nem minden esetben jelenti a .hu azt, hogy ez magyarországi webáruház, ugyanis ezek a védelmet fogyasztóvédő rendelkezések, ezek csak az unió belüli vásárlásokra vonatkoznak. Tehát ha kínai áruházban vásárolunk, arra sajnos nem. Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület azt tanácsolja, hogy a bankkártyánk megóvása érdekében inkább utánvéttel vásároljunk, valamint ha a futár kiszállította a csomagot, azonnal bontsuk ki, és győződjünk meg arról, hogy nem hibás a termék. 39 helyszínen és megújult Mikulás házzal várják az adventi időszakban a Nyíregyházára látogatókat. A karácsonyi forgatag november 25-én szombaton nyílik, és egészen 2018. január 1-ig nyitva tart, közölte Ulrich Attila alpolgármester. A városban 106 oszlopon kapcsolnak majd ünnepi fényeket. Idén december 3-án gyújtják meg az első gyertyát, és december 24-én délelőtt az utolsót az adventi koszorún. Ebben az évben az ünnepi műsorok mellett minden vasárnap ételosztás is lesz a Kossuth téren. Vasárnaponként magáncégek is becsatlakoztak ehhez az akcióhoz, és saját költségükön ételt osztanak az arra rászorulóknak, ami nagyon-nagyon fontos a számukra is, meg a város számára is. De csütörtökönként lapcsánkosztás van, ez már hagyományos a városban, és nagyon sokan szeretik, és nagyon sokan várják. A gyerekeknek különböző programokkal készül a Jósandás Múzeum, meg az Aranykapu Művészeti Egyesület is itt a Városházán, szintén lesz varázslatos karácsony, tehát nagyon sok olyan dolog
dolog lesz, ami ezt a nagy keresztény ünnepkört azt gondolom, hogy nem csak fizikálisan, hanem szellemileg és mentálisan is segíti. Nyíregyházán is befogadják a hajléktalan Jézus szobrot. A négy történelmi egyház közreműködésével állítja ki a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat az Együttérzés szobrát. A hajléktalan Jézus szobor arra hívja fel a figyelmet, hogy az elesett emberek méltóságát a társadalom képes csak visszaadni. Péntek délelőtt a történelmi egyházak képviselői vezettek ökumenikus imádságot, majd nyíregyházi egyházi csoportok, közösségek a hajléktalan embereket ellátó oltalom szeretett szolgálat tette tiszteletét az alkotás mellett. A hajléktalan Jézus szobrot a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat hozta Magyarországra, így Vatikán, New York, Madrid és a világ számos nagyvárosa után 2017 húsvétján Budapestre is megérkezett. Az Együttérzés szobrát dr. Erdő Péter bíboros megáldotta, majd a Szeretett Szolgálat országjáró körútra indította, hogy minél többen megismerhessék a szobor üzenetét. A lopások és a balesetek száma is megemelkedik a karácsonyi és az évvégi időszakban. A rendőrség bűn- és balesetmegelőzési tájékoztatója a körültekintésre hívja fel a lakosság figyelmét. Értékeinkre főleg a zsúfolt bevásárlóközpontokban és karácsonyi forgatagban kell vigyázni. A megnövekedett közúti forgalom miatt pedig az év utolsó hónapjában a balesetek száma is emelkedik. Az évvégi és a karácsonyi időszak közelettével a rendőrség minden évben kiemelt figyelmet fordít a vagyonbiztonságra, hangzott el a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság bűn- és baleset megelőzési tájékoztatóján. A zseblopások megelőzés érdekében nagyon fontos, hogy értéktárgyat, pénztárcát, mobiltelefont sem zsebbe, sem más jól látható helyen ne tároljanak az állampolgárok, hanem zárják őket el táskába, nyilván a táskát is be kell zárni. Nagyon fontos dolog továbbá, ebben az időszakban az adománygyűjtés időszakát éljük. Adománygyűjtés csak úgy lehet végezni, hogy engedéllyel. Ez, aki ezt végzi, egy arcképes igazolványá kell, hogy rendelkezzen, illetve a pénz vagy adomány átvételéről minden esetben bizonylatot vagy más számlát állít ki. Ha ez nem történik meg, akkor nagy valószínűleg átverésről beszélhetünk. A gépkocsi feltörések megelőzése szempontjából szintén nagyon fontos, hogy mielőtt kiszállnánk a gépkocsiból, nézzük meg, hogy értéktárgyaink, okmányaink nem maradtak szabadon, vagy nem maradtak szabadon. Nagyon fontos továbbá, hogy az ablakait a gépkocsinak mindig húzzuk föl, és ellenőrizzük is. Még most is sokszor elkövetik azt a hibát a bankkártya tulajdonosok, hogy a PIN-kódjukat a plasztikra írják, így lopás esetén egyszerűen bárki használni tudja azt, tette hozzá Kovács Attila. Az elmúlt években egyre többen vásárolnak online, ezért arra is felhívja a lakosság figyelmét a rendőrség, hogy csak megbízható oldalon rendeljenek, és gyanakodjanak, ha valami feltűnően kedvezményes. Előre soha ne fizessenek. Az adventi időszakban az utakon is megnő a forgalom, és bár statisztika nincs, de érezhető, hogy az év utolsó hónapjában megemelkedik a balesetek száma, hangzott el a tájékoztatón. Most megváltoztak már elég jelentősen az út időjárás és látási viszonyok, úgyhogy a járművezetőknek fel kell készülni ezekre a viszonyokra, és ennek megfelelően kell megválasztaniuk járműveik sebességét. A gyalogosoknak pedig úgy kell az útestre lelépni, hogy meggyőződtek annak veszélytelenségéről. A karácsonyi forgatagban civil ruhás rendőrök egyaránt vigyáznak majd a lakosságra, de a polgárőrséggel és a közterület felügyelettel is együttműködnek az ünnepi szezonban. Rendhagyó irodalomórát tartott Grecsó Krisztián Nyíregyházán, részletek nem sokára, most nézzük a további témáinkat. Még a járvány kialakulása előtt javasolják az influenza elleni védőoltást. A 60 év felettiek és a krónikus betegek mellett idén a pedagógusoknak is ingyenes az oltóanyag. Hazai pályán zárja az őszi szezont a Nyíregyháza Spartacus. ...60.250 influenza elleni oltóanyag érkezett Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe idén. A tiszti főorvos mindenkinek javasolja a vakcina beadását. A védelem kialakulásához körülbelül 2 hét szükséges. A tavalyi influenza szezon az 50. hétben kezdődött, így most a 47. hétben még nem késő az oltás felvétele. Ehhez bizonyos rizikócsoportok ingyen hozzájuthatnak. Ide tartoznak többek között a 60 év felettiek, a krónikus betegségben szenvedők, illetve ettől az évtől a pedagógusok is.
Tavaly az 50. hétvégén indult el az influenza szezon hazánkban, jelenleg most a 47. hétvégén járunk, így még nem késő beadatni a védőoltást. Az influenza minden évben változik, így idén nem ugyanaz az oltóanyag, mint tavaly. A neve megegyezik, de az összetétele már más. A vakcinát akkor javasolt beadatni, amikor egészséges a szervezet. A védőhatás kialakulásához körülbelül 2 hét szükséges. A fiatal felnőttek körében volt most az utóbbi a hetekben a legmagasabb a megbetegedések száma. Úgyhogy javasolni, én mindenkinek javasolnám. Tavaly járványok voltak Ukrajnában, és halálos áldozatot is követeltek. Nem szeretnénk, hogy itt Magyarországon bármilyen ilyen jellegű szövődménye lenne az influenzának. Mindig szokott lenni, de halálos jellegű szövődménye, hogyha lehet, hogy ne legyen. Az oltásoknak a legtöbb esetben nincs mellékhatása. A témáról korábban 35 perc című műsorunkban is beszélgettek. Sajnos általános tapasztalat évről évről, hogy sokan úckodnak a védőoltástól. Azért azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon ritka, hogy bármiféle mellékhatással járjon, és azok is enyhék szoktak lenni, tehát az oltás helyén esetleg egy kis izomfájdalom, esetleg egy kis hőemelkedés, de az esetek többségében, amit az oltás mellékhatásának tulajdonítanak, az egy utána lévő vírusos vagy bakteriális fertőzés szokott lenni, nem pedig ténylegesen a védőoltásnak a mellékhatása. Az ilyen súlyosabb oltási szövődmény pedig hál' Istennek extrém ritka. Az influenza elleni védőoltást ingyenesen megkaphatja minden krónikus betegségben szenvedő, a 60 évesnél idősebbek, illetve a várandós nők is. De azok is térítésmentesen jutnak a vakcinához, akik munkájuk során migránsokkal kerülnek kapcsolatba, egészségügyi és szociális intézményekben dolgoznak, ettől az évtől pedig a pedagógusok is. Több portálon is megjelent az elmúlt napokban, hogy az idei szezon a korábbi évekhez képest veszélyesebb lesz. Se megerősíteni, se cáfolni nem fogom tudni. Egy biztos, hogy változik maga az influenza vírus, és az, hogy most például Ausztráliában már azt halljuk, hogy igenis tombol a járvány és halálat áldozatokat is szed, ez azt jelenti, hogy bármikor igenis hozzánk is elérhet. Ma az, hogy repülővel jövünk, megyünk, így hozhatjuk magukat a kórokozókat is, és egyáltalán nem kizárt, hogy nálunk komoly járvány legyen. A megyei tiszti főorvos elmondta, tavaly a vakcinák 70%-át használták fel. Idén remélik, az oltóanyag teljes mennyiségét beadják majd a lakosság valamennyi részének. Rendhagyó délutánja volt Grecsó Krisztián írónak csütörtök délután Nyíregyházán. Este a művészasztalhoz várták, ahol színészek társaságában beszélgettek családról, irodalomról. Előtte azonban fiatal olvasókkal találkozott a Nyíregyházi Vasvári Pál gimnáziumban. Izgatott olvasók várták Grecsó Krisztiánt a Nyíregyházi Vasvári Pál gimnáziumban. Az iskolában ez volt az első alkalom, hogy az irodalom helyi képviselői mellett Budapesten élő szerzővel találkozhattak. Korábban Nagy Zsuka, költő, a gimnázium egykori diákja, és Kovács Judit író volt a vendégük. Most az írónő segítségével fogadhatták az ismert irodalmárt. A rendhagyó órával több célja is volt a szervezőknek. Az iskolában sikeres drámaszakkör működik, sokan olvasnak és írnak is, és a kortárs irodalom az érettségi tételek közé is bekerült. Indok az volt, hogy a 21. századi diákok számára is elérhetővé váljanak a mai kortárs írók és szerzők, ne csak a száraz tananyagot sajátítsák el, és egy kicsit betekintést nyerjenek ebbe a világba, valamint a hagyományos irodalom órák kereteit egy kicsit kiszélesítsük, és élmény legyen számukra a tanulás, számunkra pedig a tanítás. Grecsó Krisztián írói, szerkesztői munkája mellett missziónak érzi azt, hogy a kortárs szerzők maguk is közelebb vigyék a könyveket, az olvasás élményét a fiatalokhoz. A gimnáziumba kell kezdenünk, ugyanis annak az igének az elhintését, hogy egyáltalán az a forma, hogy olvasás még létezik, hogy ez egy kommunikációs forma még, és esetleg az élményt is jelenthet, hogy azt lehet szeretni, hogy az hozzánk ad valamit. És hát, ha itt nem kezdjük el, és ez minden kortárs irodalomhoz kötődő embernek, legyen az könyvtáros, szerkesztő, író feladata, akkor bizony ennek a kommunikációs formának vége lesz. És hiszek benne, hogy ez a generáció ugyanolyan nyitott rá, hogy észrevegye, hogy ez az egyetlen olyan művészeti interakció, ahol őre egyenrangúan szükség van.
Az író beszél családjáról, gimnáziumi éveiről, arról, hogyan indult a pályája, és arról is, hogyan születnek a regényei, tárcái. A jó hangulatú délután eredményeként a vasvárisok ráérezhettek, hogy az irodalom nem csak a könyvekben él, hanem közöttünk jár. Hazai pályán zárja az őszi szezont a Nyíregyháza Spartacus. Az MB2 19. fordulójában a tabella 8. helyén álló Spari az eddig egy ponttal többet gyűjtő 6. helyezett Szolnokot fogadja. A mérkőzés vasárnap 16 óra 30 perckor kezdődik a Városi Stadionban. 45. alkalommal találkozik egymással a két együttes. Az eddigi mérleg nyíregyházi fölényt mutat. A Spari 21 győzelem mellett 9 döntetlent játszott és 14 alkalommal szenvedett vereséget. A legutóbbi szezonban a tiszapartiak hazai pályán 2-1-re nyertek, a Spari pedig 4-3-as sikerével tartotta otthon a 3 pontot. Jelenleg a Szolnok áll jobban a tabellán, Balogh Pál együttesen 8 győzelemmel, 4 döntetlennel és 6 vereséggel a 6. helyen várja nyíregyházi fellépését. Egy stabil védekezésből játszó csapatról van szó, akik nagyon szervezetten futballnak és előre felé vannak kellemetlen, kimondottan gyors és ügyes játékosaik. A Nyíregyháza Spartacus eddigi mérlege 7 győzelem, 6 döntetlen és 5 vereség. Az így szerzett 27 pont pedig a 8. helyhez elegendő Lucsánszky Tamás együttese számára. Pekárék a legutóbbi fordulóban Vácon játszottak 1-1-es döntetlent. A vezetőedző bízik abban, hogy ezúttal 3 ponttal gazdagodik majd csapata. Jó játékkal remélem elő tud rukkolni a csapat, és elő tudunk rukkolni ezzel, és meg is tudjuk nyerni ezzel a mérkőzést, ezt szeretnénk. A 19. forduló a péntek esti Sopron-Kisvárda mérkőzésen rajtol. A további párosítás a következő. Budaörs, Budafok, Moson-Magyaróvár, Zalaegerszeg, Grosics Akadémia, Csákvár, Kazincz-Barcika, Cegléd, Soroksár, Békés Csaba, Dorog, Vác, MTK Budapest, Siófok, Gyirmót Eto FC, Győr és Nyíregyháza Spartacus, Szolnok. Utóbbi mérkőzés vasárnap 16 óra 30-kor kezdődik a Városi Stadionban. Az őszi zárófordulót követően még 2 tavaszról előrehozott fordulót lejátszanak az NB2-ben. A Nyíregyházi Sportcentrum és a Nyíregyháza Blue Sharks U20-as csapata a Lengyelország és Csecsin városában 4 mérkőzést vívott az Európai Ifjúsági Kosárlabda Ligában. A nyíregyházi kosarasok 1 győzelem mellett 3 vereséggel tértek haza a rangos tornáról. A Stella Azzurra Róma ellen a Nyíregyházi Sportcentrum és a Nyíregyháza Blue Sharks U20-as csapata minden fronton leiskolázta az olasz korosztályos együttes Csecsinben az Európai Ifjúsági Kosárlabda Liga U20-as bajnokság nyitó mérkőzésén, és 89-71-es győzelmet aratott. Aztán nehezebb ellenfelek következtek a nyíregyházi kosarasok számára, előbb a Prostejov együttesétől 85-77-re, majd a Csecsintől 99-90-re, az Oxigén Orange-tól pedig 84-68-ra kaptak ki. Nagyobb jelentőséget tulajdonítok neki, mint ahogyan kellene, vagy lehet, hogy egy picit pozitívabb vagyok, de úgy gondolom, hogy egy nagyon jó tornán vettünk részt, és nagyon örülök annak, hogy a Nyíregyházi Sportcentrum kosárlabda csapata egy ilyenen részt vehetett, hiszen ez talán jelenti azt is, hogy elindultunk egy olyan úton, ami azt akartam mondani, hogy profivá válás, de profivá nem válhatunk, hiszen középiskolás gyerekekkel mentünk, és ők nem lehetnek profi játékosok, de talán inkább a profi szemlélet felé indulhattunk el, hiszen olyan csapatokkal találkoztunk, akik felnőtt csapatok mellett dolgoznak, akik jó bajnokságban szerepelnek, és azért mégis egy európai élmezőnynek nevezhető az a közeg, ahol mi szerepeltünk a hétvégén. Nem is elsősorban az eredmények számítottak a tornán, hanem ennél sokkal fontosabb az a tapasztalat, amit magával hozhatott a csapat. Én remélem, hogy azt hoztuk haza, hogy nagyon jó az, ahogyan mi kosárlabdázunk, csak még jobb minőségben kell, és ezt talán meg tudjuk valósítani majd az edzéseken. Ugye egy magyar bajnokságban néha, nem akarom megbántani, de néha elég picit pontatlanul végrehajtani dolgokat, és akkor is sikerülhetnek esetleg azok, hogy kosarat szerezzünk. Ugye itt az U18-as bajnokcsapatunkról van nagy rész szó, tehát ők azért a magyar mezőnyben egy jó színvonalat képviselnek, viszont ha kilépünk a nemzetközi porondra, akkor ugyanazt kell csinálni, csak minden sokkal pontosabban. A fiatalok közül többen már most a felnőtt csapatban is szerephez jutnak, ezért is volt fontos a tapasztalat és a meccs rutin szerzés számukra. Híradunk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden.
Black Friday, megrohamozták az üzleteket a vásárlók, ilyenkor hatalmas akciókat szerveznek. A legnépszerűbbek az elektronikai cikkek, felhívják a figyelmet arra, hogy ugyanolyan fogyasztóvédelmi szabályok érvényesek az akciókra is, mint a teljes áruakra. 39 helyszínen és megújult Mikulásházzal várják az adventi időszakban a Nyíregyházára látogatókat. A karácsonyi forgatag november 25-én szombaton nyílik, és egészen 2018. január 1-ig nyitva tart. Még a járvány kialakulása előtt javasolják az influenza elleni védőoltást. A 60 év felettiek és a krónikus betegek mellett idén a pedagógusoknak is ingyenes az oltóanyag. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták, szombaton heti hír összefoglalóval jelentkezünk, friss hírekkel pedig legközelebb hétfő este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon, munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! A mai változékony idő után holnap is felhős időre kell számítanunk, holnap estig nem változik időjárásunk, szombat este azonban hideg front érkezik, így vasárnapra megszűnik a ködös párás idő. Az éjjeli órákban is folytatódik majd a borongós párás idő többfelé köddel, szitálással, és gyenge marad a légmozgás is, reggelre általában 4 fokig csökken majd a hőmérséklet. Holnap napközben többnyire erősen felhős lesz az ég, viszont megszűnik a köd. Estig nem valószínű csapadék, ekkor azonban északnyugat felől egyre több felé ered majd el az eső. A déli szél jellemzően mérsékelt marad, és a nap második felében helyenként kissé megélénkül. Délutánra átlagosan 9 fokig emelkedik majd a hőmérséklet, jó hír viszont a frontérzékenyek számára, hogy továbbra sincs fronthatás térségünkben. Vasárnap esős, szeles időre van kilátás, a magasabban fekvő területeken havazás is várható. Az északkeleti határszélen még hétfőn is lehet csapadék, kedden azonban már mindenütt kisüt a nap. Ezzel egy időben viszont lehűl majd az idő, a jövő hét elejétől éjszakánként ismét fagyokra, nappal pedig 3-4 fokos csúcshőmérsékletekre lehet számítani.